Sziasztok! Nagyon furcsa előírás van a hanukai gyertyák kapcsán. Azt mondja a Talmud, meddig lehet gyújtani hanukai gyertyát? Addig, ameddig már nem lesz tovább ember az utcán vagy a piacon. És ez nagyon furcsa, mert általában a halakha, a zsidó jog minden precízen írja le. Időt mond. 1 órát, 2 órát, fél nap, délelőtt, eddig is, addig is, itt pedig ameddig már nem jár ember az utcán. Ez kicsit furcsa ez, ahelyett mondott volna egy pontos, konkrét időpont. A válasz erre az, ha az ember gyújt hanukai gyertyát, elgondolkodik egy percig, és azt mondja, hány ember győzött itt, hány ember ellen. 13 makabeus volt, és sok ezer, vagy talán sok százezer katonával szemben. Uha, hihetetlen csoda. Miért gyújtunk gyertyát? Egy kancsó olaj volt, és az 8 napig volt elég. Egymás után olyan hihetetlen csoda, nem igaz. Azt mondja az ember, tudod mit? Én egész nap járok dolgozni, reggeltől estig futkálok az utcán. Minek futkálok olyan sokat az utcán, amikor végső soron így is Isten áldása az, ami számít. Erre azt mondja a Misna, azt mondja a Talmud, gyújtani kell a gyertyát, de addig kell gyújtani, meddig az ember meg fogja érteni, hogy ő ne járjon olyan sokat az utcán. Járni kell az utcán, de be kell azt fejezni. Nem kell túl sokat járni. Az embernek tudnia kell, tenni kell, az Isten azt akarja, az ember tegyen, de végső soron Isten csodája az, ami kíséri el az embert állandóan. Még nincs hanuka, de csütörtökön este lesz az első gyertya gyújtása. Mindenki készüljen rá, akinek kell gyertya, jelentkezzen nálunk, a Vasvariban át lehet venni gyertyát, és ugyanígy menórákat, a hanukai gyertyát adtad. Boldog hanukat kívánok előre!